Köszöntöm nézőinket! Átalakul Várpalota történelmi arculata. A fejlesztés során városi közparkot és többfunkciós városi teret is létrehoznak, valamint 23 ezer négyzetméternyi zöld felületrendezését végzik el. A Zöldváros projekt részleteiről tartotta az elmúlt szerdán vetített képes előadást a Túrivárban Mezei László városi főépítész és Kovács Attila tájépítész. A tájékoztatón a Nagy Gyula Galéria mögött épülő új könyvtár terveit is bemutatták a szakemberek. A Zöldváros projekt esetében 5. alkalommal tartottak lakossági fórumot, melyre ezúttal szép számú érdeklődő jött el. A rendezvényen Campanári Talabér Márta polgármester elmondta, ebben az esztendőben 4 nagy beruházás készül Várpalotán, ebből 3-at az önkormányzat fog elvégezni. Ezek közül a legnagyobb a Zöldváros elnevezésű projekt, amely a Túrivár környékének megújulását, illetve részben a régi Várpalota megidézését fogja jelenteni. A másik kiemelt fejlesztés a Nagy Gyula Galéria mögött a régi zsidóiskola épületét megidézve az új városi könyvtár épületének a megépítése lesz. De ugyanúgy az önkormányzat feladata lesz idén a zeneiskola épületének felújítása is. Mindezek mellett 2 héten belül átadják a munkaterületet a tanúszoda megépítéséhez. A városvezető hangsúlyozta, a lakossági fórum fontos célja, hogy a helyiek minél jobban megismerjék és magukénak érezzék azt az elképzelést, amely hosszú évek során érlelődött meg. Úgy fogalmazott, a városi könyvtár esetében egy 12 éves, míg a Zöldváros projekt esetében egy 5 éves folyamat végéhez érünk el, amikor a tervek szerint 2020 májusának végén megindul a beruházás. Én nagyon bízom benne, hogy ha valakinek valami nem volt teljesen egyértelmű a beruházással kapcsolatban, hogy mi változik a vár körül, hogy a közlekedés hogyan fog alakulni, hogy a zöld területeket hogyan növeljük meg. Ezért itt elhangzott, hogy közel 400 fát fogunk elültetni, 6000 cserjét, tehát rengeteg zöldet fogunk a projekt kapcsán elültetni, illetve ehhez fogjuk hozzá kapcsolni az új könyvtárnak a megépítését, ahol szintén szem előtt fogjuk tartani a zöld szempontokat. A jövőben is fogunk tartani, azt gondolom, hogy fontos is a projekt előrehaladása kapcsán összejövetel, tehát az, hogy aki látja a munkálatokat, felmerül benne kérdés, lehetőséget fogunk biztosítani arra, hogy időről időre egy a maihoz hasonló este keretében megvitassuk azt, hogy akkor hol is tartunk, illetve mi az, ami éppen történik a városban, és azt is remélem, hogy egyre inkább a magukénak fogják érezni a várpalotaiak ezt a projektet, hiszen ezzel az is a célunk, nem csak az, hogy szép legyen önmagában a vár környéke, hanem hogy Várpalota régi történelmi arculatát megpróbáljuk visszaadni. Ezeken a látványterveken Várpalota központja látható a Túrivárral. A hamarosan megvalósuló Zöldváros elnevezésű projekt befejezése után így fog kinézni a belváros. Az elképzelések szerint a vár környéke a 18-19. Században jellemző formáját mutatja majd. Az egykori szovjet katonai temető helyén egy élővizes területet alakítanak ki egy tóval és a várárok megújításával, illetve az egykori Mária kút is visszakerül majd az eredeti helyére. Ugyanígy a Zicsi család által a korábbi évszázadokban épített egykori angol park is újra megjelenik a vár körül. Mezei László főépítész tájékoztatójából kiderült, a beruházás részeként a Nagyboldogasszony római katolikus templom és a vár előtt húzódó lejtős térfelületet visszaállítják az egykori lejtési viszonyoknak megfelelően, középpen a barokk Mária kúttal. Emellett az Újlaki út és a Szent István út találkozásánál lévő, az 1960-as évek elején kialakított vízszintes térfelületet feltöltik. A várpoltai vár környéke a háború után az elég jelentősen átalakult. Úgy átalakult, mint ahogy a város központ is átalakult, és teljesen más szemlélet, egy más városrendezési elv alapján rendeződött itt a Turi György tér környéke, a régi Rejcs úr területe, és manapság már nem is igen látszik az, hogy honnan indultunk ki. Tehát az, hogy eltűnt a várral szembe a zsidó negyed, az egy történelmi dolog, mert a háborúban megsérült, helyette épült egy vájáriskola, de eltűnt vele együtt az angol park, ami még a századfordulón, tehát 19-20. Századfordulóján nagyon karakteres volt, és a régi képeslapokból lehet ennek a hangulatát látni, hogy az hogyan nézett ki.
A Rejcsút lebontották, és helyette létesült egy közpark. A tereknek a térfalai megváltoztak, a régi földszintes polgári házak helyébe emeletes épületeket építettek, megépült a szocialista nagyváros, vagy egy ipari város, ami hát egy kicsit most úgy furcsa helyzetbe került, mert a történelmi identitás egy nagy szakadás után valahol keresi a helyét. És alapjában a vár környékén ezeket az elemeket szeretnénk helyre billenteni. Nagyon fontos szempont például a vár előtti térség, tehát a katolikus templom és a vár előtt egy karakteres barokk tér állt a 18. század óta. Ennek a térnek volt egy természetes lejtése. Ez a lejtés, ez a vár előtti térrendezéssel megszűnt, és csináltak egy felvonulási teret a vár előtt. És egy nagy szakadék, egy támfal elválasztotta a templomot ettől a tértől. Elbontották a Mária kutat, ami egy természetes forrásnak a nem éppen másodrangú, emblematikus építménye volt. És hát ennek a térnek a mostani koncepciója azt tartalmazza, hogy visszaállítjuk az eredeti lejtést a téren, visszaállítjuk a Mária kútnak a tömegét, és nem másodszorban a várároknak a természeti környezetét is megpróbáljuk rekonstruálni. Ez pedig arról szólt, hogy a várárok jelentősebb vízmennyiséggel a keleti oldalon folyt a vár mellett, és a térnek a zsinagóga felé sarkánál, ahol a nagy bástya van a várnak az oldalába, az is azért épült oda, mert ott mindig ilyen vizenyős terület volt. De ez a vizenyős terület ezen a ponton egy tóvá képződött, ott alakult ki egy ilyen vízfelület, és ez a vízfelület ez még a 20. század elején is megvan a téren, sőt egész a háborúig szinte felfedezhető, és manapság már nem tudunk róla semmit. A háború után bekerült a katonai temető a térnek a Táncsics utca felé oldalába, a várárok pedig egy burkolt, zárt betoncsatornába megy át a Faller szakképző iskola alatt, a régi Vájár iskola alatt. Rimanóczi Gyulának, annak ennyire, hogy korszakalkotó volt, amit csinált, ez a szempont nem volt fontos akkor, amikor rendezték a vár környékén. Ez a csatorna, ez egy teljesen burkolt, zárt dologba az épület alatt észrevehetetlenül halad most tovább. Tehát célunk az, hogy ezt a keleti oldalt, a tavat, ennek a környékét próbáljuk a realitások mellett a természet közeli állapotba visszahozni. Érdekesség, hogy a talajban lévő falszerkezetek régészeti feltárását követően visszaépítik a vár keleti védműrendszerét, és a középkori, újkori lejtés viszonyokhoz igazodva jelentős terepsüllyesztést, tereprendezést hajtanak végre ezen a szakaszon. A várárok betonból és terméskőből épített medrét a tervezési területen belül teljes egészében elbontják. A kerítések, támfalak és várárok bontásából kinyert kőanyagot visszaépítik az új támfalakba és a vár keleti védművének rekonstruált falába. A rondellát a keleti oldalon kiássuk a földből, ezt mindenféle geofizikai vizsgálatokkal próbáltuk megkutatni, és valószínű ott van benne a földbe, ami azt jelenti, hogy a Táncsics utca oldalában lefaragjuk a több mint 2 méteres töltést, ami a lakótelep építéskor ide lett betolva a vár oldalába, és kiássuk ezt a rondellát és annak a környékét, ott pedig létrejönnek azok a vizes vízfelületek a tóval a végén, amik jellemezték hosszú időn keresztül ezt a vár oldalt. Ez egy nagyon karakteres dolog, ami kvázi vizes térré teszi várpoltának a főterét. Ezt tudni kell, hogy körülbelül 5 forrás fakad itt a vár épületébe, előtte, mögötte a várudvarba, és ezeknek a vize, ez most is folyik. Helyenként látni, helyenként nem látni, a legtöbb víz az belefolyik ebbe a fedett betoncsatornába, és ezeket a vizeket megpróbáljuk újrahasznosítani. Tehát nem mesterséges csapvizet fogunk beletenni, hanem forrásvizek fogják táplálni ezt az egészet, egy élő vízé alakul. És bízunk benne, hogy ez az élő víz, élő világot is hoz maga mellett, tehát megfelelő növényzettel. Persze még az állatok is szóba jöttek, de ezt nem igazán gondoljuk reálisnak, hogy ilyen történne. A lényeg az, hogy különböző vízküszöbökkel szabályozzuk ennek a vízszintjét, és ezek a vízküszöbök biztosítják azt, hogy folyamatosan legyen víz a várároknak a különböző szakaszain. És hát a Turi vár előtti téren pedig ebbe a lejtős felületbe lesz egy burkolt felület, ami városi rendezvényeknek megfelelő léptékű helyet tud adni.
A vár mögött megtartják a Táncsics Mihály utca torkolata felé elnyúló, az evangélikus templom előterét képző üres, gyepes teresedést. Az egykori rejcsúr beépített területén pedig a városlakók számára rekreációs célokat nyújtó intenzív parkerdőt hoznak létre, kisebb-nagyobb tisztásokkal, játszótérrel és szabadidős fitness létesítményekkel. Többféle megoldás volt korábban napirende, hogy a rejcsúr helyére építsünk-e épített környezetet, vagy mi legyen vele. És figyelembe véve azt, hogy Várpolta a városközpontjában viszonylag kevés az intenzív zöld felület, az a döntés született, hogy ezt a rejcsúr területet, ezt egy nagyon intenzív parkerdőként hasznosítjuk, és ebbe a parkerdőbe mindenféle szabadidős rekreációs funkciók kapnak helyet. Tehát magyarán fitnesspálya, tornapálya, szabadtéri tornapálya, játszóvár, gyerekek számára különböző játszóterek, futókörök, olyan felületek, ahol mindenki jól tudja érezni magát, kerülnek be, és hát kiegészítve ezzel a történelmi környezettel, ez egy nagyon kellemes környezet tud szerintem lenni. A közlekedés tekintve a szakemberek szerint a térrendezésben fontos, hogy forgalomtechnikai szempontból ne a gépjármű közlekedés kerüljön előtérbe, hanem a gyalogos átjárhatóság. A Táncsics utcában például lesz két olyan felület is, ahol a gyalogosoké lesz az elsőbség. A Nagyboldogasszony templom előtti útfelületen és a Táncsics utca torkolatánál pedig a burkolt térre forgalomcsillapító sávokat alakítanak ki. Mind a két felületen forgalomcsillapításokkal, komoly forgalomcsillapításokkal átvisszük a térburkolatot, tehát a Táncsics utcai üzletsorig átmegy az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a templomnak a lépcső soráig, és ezeken a felületeken a gépjárművek is át tudnak menni, de ezek egy lassított forgalom mellett. Ami egy olyan közlekedés technika, amit jó pár helyen alkalmaznak a világon, tehát fárasztják a közlekedést, hogy kellemetlen legyen átmenni a területen. Ez azt jelenti, hogy bízunk benne, hogy idő után majd az emberek próbálnak más alternatívákat keresni. Tehát a forgalom nem fog eltűnni a térről, Táncsics utcát lényegében nem is fogjuk átalakítani, mert csak a járda szegélyig nyúlunk bele, tehát ott a parkolókat, egyebeket minimális léptékbe érinti ez a beavatkozás, de a forgalomcsillapításokkal próbáljuk az átjárhatóságát ennek az egésznek kezelni. Azt tudni kell még, hogy olyan koncepció foglal magába ez a zöldváros projekt, ami együtt kezeli a teret, a vár épületét és udvarát, és a mögötte lévő háromszögalakú teret, az evangélikus templom előtt és a rejcsúrnak a területét, ami azt jelenti, hogy a városi forgalmat nem szeretnénk kizárni a várból magából. Tehát jelenleg a várból, hogyha bejövünk, ez hosszú távú koncepció, akkor a várba bejövünk az udvarból, jegyet kell venni, ha jegyet vesz az ember, akkor meg tudja nézni, vagy be tud menni ide-oda, de kvázi ez egy zárt terület. És próbáljuk publikus felületté alakítani magát az udvart, ami a listálló hátsó kijárata felől átjárható a térre, majd onnan föl lehet menni a rejcsú területén a lakótelepre. Tehát ezt a térsort a vár előtti térrel, az udvarral és a mögötte lévő zöld felülettel próbáljuk egy összefüggő átjárható felületté tenni. Ez egy hosszú távú koncepció, de egyes elemei most valósulnak meg, sőt a meghatározásai most fognak megvalósulni. A tájékoztatón Kovács Attila tájépítész hozzátette, a projekt keretében egyebek mellett közel 400 fát és 6600 cserjét telepítenek. A tervezésnél ügyeltek arra is, hogy a létesülő parkerdőt olyan fafajták alkossák, amelyek honosak ezen a területen. Mezei László az új városi könyvtárral kapcsolatban elmondta, a Nagy Gyula galéria mögött az egykori zsidóiskolát megidézve épül meg majd az új létesítmény, melyet egy összekötő elem kapcsol majd össze a galériával. Az idősebbek biztos emlékeznek rá, hogy a zsinagoga mögött volt egy zsidóiskola. A zsidóiskola ez a 19. század közepétől ott áll a zsinagoga mögött, és hát a egyházihoz tartozó, gyülekezethez tartozó gyerekeket tanították ott. Ez az iskola el is megsemmisült a háború során, hát nagyon komoly károkat szenvedett, és az a koncepció, hogy az iskola kontúrján, egykori kontúrján belül építünk egy új könyvtár épületet, valamint építünk egy olyan kapcsoló elemet, nyaktagot a kettő épületet, a zsinagóga és az új épület közé, ami megoldja a különböző szintek közötti akadálymentes átjárást. Tehát a bejárata az nem a zsinagóga főbejárata lesz elsődlegesen, hanem a Gárdonyi Géza utca felüli oldalsó bejárata, ami most a Fallernek az udvarára vezet be, tehát ott lesz egy főbejárata neki.
mindenféle felvonóval, lépcsőkkel s ott lehet bejutni a könyvtárba. A zsinagógának a felújítása, a konkrét épületnek a felújítása az most nem része ennek a projektnek, mert annyi forrás nem volt hozzá, de úgy alakítjuk ki a kapcsolatokat, hogy a földszint az összekötetésre kerül, és hát azt még nem mondtam el, hogy a zsinagógának a háború utáni átépítése során, amikor szinte teljesen elbontották az épületet, akkor lebontották a karzatát is, ami egy elég fontos elem volt a belső térbe, és hosszú távon, hogyha a zsinagóga épülete is felújításra kerül, akkor ezt a karzatot vissza szeretnénk építeni. Magyarán körbejárató a galéria emeleti szint, összekötve ennek az új könyvtár épületnek az emeleti szintjével. És így lesz egy teljesen komplex épület együttes, ami bőven megfelel a városi könyvtár funkcióinak, de ahogy említettem, ez nem éppen elsődlegesen könyvtár, hanem közösségi tér próbál lenni. Persze a könyvtári funkciókra koncentrálva. A szakemberek úgy tervezik, hogy a létesülő új könyvtárat, délről határoló zöld területet, a Nagy Gyula galériát a könyvtárral összekötő elem oldalsó homlokzatán is végigfuttatva, egészen a Szent István útig tolják ki. Az előadáson elhangzott fontos cél, hogy a majdani látogatók minél komfortosabban érezzék magukat a könyvtárban. Kávéházi hangulat, átlátható otthonosan berendezett sarkok és terek fogadják majd az új könyvtárba betérőket. A tervekben egy olyan terem kialakítása is szerepel, ahol iskolai csoportok kreatív foglalkozásokat, tematikus órákat tudnak majd tartani. Csellóval a világ körül címmel adott a közelmúltban ifjúsági koncertet a duó Red White a Túrivárban, a Túri György Gimnázium, illetve a Képességi és Tehetségfejlesztő Magániskola tanulói számára. A zenei formáció Szili Gabriella meghívására jött el Várpalotára. Hérics Csenge és Mádi Szabó Eszter célja, hogy a fiatalok körében népszerűsítsék a komoly zenét, és ezen belül is a cselló muzsikát. A fiatal cselló művészek a nagy klasszikusoktól a filmzenéken át a mai popslágerekig adtak ízelítőt a hallgatóságnak.
Thank you.